Jelen pillanatban itt nálunk Makón ez a helyzet. Esik a hó, de kinézzük az ablakon, egyáltalán nem esik a hó. Ma reggel tél van, aztán délután tavasz. Gyerünk edzeni! Ledolgozzuk a tegnapi és az ezelőtti, meg az előtti ebédeket. Kifáradtam! Nem tudom, szerintem a reggel a telefon egy picit még fáradt volt, nem nagyon ébredt fel. Azért mutatta, hogy havazik odakint. Úton vagyok az irodába, lesz 10 órakor egy Skype beszélgetésem. Szofi alszik, ide lejöttünk a Marospartra. Tudtátok, hogy a gyermekláncüvet azt meg is lehet enni salátához és egyéb dolgokhoz? Jó étvágyat! Pontosan ugyanolyan íze van, mint a gyermekláncüvnek. Havazik. Nem, egyébként ez nem hó, hanem a valamelyik fának. Milyen fa ez? Ez nem hó, hanem a nyárfának a szösze. Anyukámat, meg a keresztlányomat kihoztam ide a magyar-román határa. Úgy volt az eredeti terv, hogy átjönnek értük, és akkor itt találkozunk, és akkor innen mennek tovább autóval. De nagyon nagy, nagyon nagy sor áll a magyar határon, úgyhogy feleslegesnek láttam, hogy átmenjek. Ezért elindítottam őket gyalog. Úgyhogy most gyalogolnak a román határ fele. Ha már itt voltam a nagylaki határátkelőn, akkor úgy gondoltam, hogy csinálok gyorsan egy gyorsított felvételt, és a rend őrei ugye járőröznek, meg itt a határ környékén természetesen mindig felügyelik a rendet. Megkértek szépen, hogy hagyjam abba a videózást, mivel hogy nem igazán szabályos dolog, csak itt csak úgy videózgatni. Nem rosszalkodom tovább, indulok haza. Ennyi volt a mai vlog, köszönöm szépen, hogy időt szántatok rám. Mindenkinek jó hétvégét, jó szombatot kívánok, találkozunk holnap. Sziasztok! Sziasztok! Igazából ez egy kis részlet abból, hogy Peti nem hozott minket át a vámon, ezért most jól megszívtuk. És éppen átgyalogolunk, hát elég nagy távolság, és nagyon nehéz a csomagunk, és nagyon nagy a sor, szóval igen, nagyon sok autó van,
Hát remélem nem szeretnétek Romániából Magyarország felé utazni. Romániával viszont szeretettel fogadlak titeket. Sziasztok!